Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy gyertya mágia, és ehhez egy jóslás. A mai napon ezt a piros színű gyertyát választottam, hiszen itt most szerelemről és szenvedélyekről van szó. Mielőtt meggyújtottam a gyertyát, beolajoztam, mégpedig ezzel a szerelmi olajjal. Ez kihat erre a gyertya mágiára, kihat a szerelemre, és érezd ennek az energiáját, hiszen most szerelemről van szó, és szenvedélyekről van szó, és átnyújtom számodra ezt az energiát. Itt láthatóak az érmék. Ez utalhat az anyagiakra, a munkára is. Lehet, hogy lesz nála munkahelyi változás, hiszen itt látható, hogy döntéseket kell, hogy hozzon, és szívvel, lélekkel akarja a munkáját csinálni. Itt elhibáz valamit, hiszen itt látható ez a bokor, ahol ezek az aranyérmék vannak. Ez ragyog, ez csillog, villog, de ezek másoké. Ő odafigyel rám, és úgy gondolja, mindenki jobb, mint én, holott látható, hogy ő magasabb másoknál a környezetében, de hát számára nagyon fontos, hogy tudatában legyen a saját értékeivel. Ez nem csak a munkára hat ki, hanem a párkapcsolatra is kihat, hiszen itt kételkedik magában, kicsit így vacilál. De javul a helyzet, hiszen látható ez az ünnepség, ez a vidámság, ez az öröm, itt lesz egy új irány, egy új kezdet, kivirágzik valami, gyümölcsözik valami. Itt is látható, hogy új irányba tekint, de ott vagy mellette, de ő előtte még valamit maga mögött szeretne hagyni. Ez lehet egy kapcsolat, ez lehet a munkahely, vagy a lakhely, valamit le akar zárni, már hátat fordít ennek, és nyitott arra, hogy legyen egy új kezdet. Ő még kicsit bizonytalan, de mégis látható, hogy itt meg lesz a vidámság, a siker, hiszen kivirágzik majd valami, gyümölcsözni fog valami. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, mint egy királynő, és uralkodsz a levegő eleme felett, jelenti a könnyűséget, a játszadozást, az ötleteket, és jelenti a kommunikációt, te beszélni szeretnél vele a terveitekről, azon kívül komoly döntéseket fogsz hozni. Itt látható ez a belső forrás, hallgass a belső hangodra. Ez a kártya jelenti az érzelmeket, és tehát nyitott vagy arra érzelmekről beszélni, és itt a napsugár láthatóvá tesz valamit, azon kívül megvan a vonzalom kettőtök között, a gyermek utal már itt egy új irányra, egy új kezdetre. És megnézzük azt, hogy mit közölnek ehhez a Lenormand kártyák. Itt láthatóak a döntések, hiszen itt mérlegeli a dolgokat, elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ezt jelentik itt az utak is, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez az út kereszteződés jelentheti azt is, hogy találkozni fogtok, hiszen a sors utatok újra kereszteződik. Itt a medve jelenti az élet erőt, te adsz számára erőt, vagy ő segít neked. Ez a medve lehet az apukája,
vagy a főnöke is, aki kicsit befolyásolja a dolgokat. És hogyan tovább, mi várható, hiszen itt összehasonlítja magát másokkal, de ez elmúlik, hiszen az egerek eltávolítanak itt valamit. Mégpedig azt a helyzetet, amikor ő kételkedik magában, vagy kételkedik a lehetőségek felett. Ez a bizonytalanság elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Elmúlik ez a bizonytalanság, és a medve akkor jelenti az ő élet erejét is. Amit az egerek még eltávolítanak, ez a titkok könyve, és jelenti az ő zárkózottságát is. Nyitott lesz érzelmekről beszélni, ami itt már látható is, hiszen a kelyhek utalnak az érzelmekre. Itt szerencse lesz az anyagiakat illetően, itt lesz nyeremény, vagy egy jó vállalkozás. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy szerencséd van, hiszen te értékes vagy számára. Itt a kutya jelenti a hűséget, ez a férfi hűséges hozzád, akkor is, ha itt még vannak nehézségek, vagy ő titokzatos, visszahúzódó, megvan ez a rideg-hideg tartás, így látod néha őt. És emiatt szeretnél döntéseket hozni, és végre érzelmekről beszélni. Ami jó a kapcsolatotok között, hogy javul a helyzet, és hogy ez a férfi hűséges hozzád. A kutya jelentheti a baráti kört is, és mivel a hegy jelenthet problémákat, nehézségeket, kihívásokat, előfordulhat, hogy nála a problémát a hamis barátok okozzák. De itt van a kulcs, tehát vetkezed be ezt a kulcsot, légy magabiztos, azt is jelentheti, hogy nála is elmúlnak a bizonytalanságok, ő is magabiztos lesz, átlát a dolgokon, akkor is, ha még itt a felhő megjelenik, ami utal az ő baráti körére, és ott még valami olyan átláthatatlannak tűnik, de hamarosan a kulcs lezárja ezt, és kisüt a nap, kiderül az igazság. A nap láthatóvá tesz valamit. Ő átlát majd a dolgokon. És itt a lilium jelenti azt, hogy tisztázódik valami, jelentheti az ő ártatlanságát, a te ártatlanságodat. A lilium jelenti a szexuális témákat is, akármit mondanak a hamis barátok, akármit közölnek veled, itt a hűség megjelenik, megbízhatsz benne. És itt van az ártatlanság. A fa jelent egy bizonyos helyet, ahol oda érkeztek, ahol le tudtok gyökerezni. És ez lehet egy jó munkahely, egy szép otthon, vagy szerencse, a párkapcsolatot illetően. Itt látható egy új irány, ő változásoknál van, és ami fontos, hogy itt voltak a múltban viták, veszekedések, rossz kapcsolatok, ennek ő hátat fordít, ezt lezárja, lesz egy új irány, és a gyűrű jelenti a kapcsolatot veled, mert te adsz neki életerőt, veled tisztázódik valami,
lesznek komoly beszélgetések a jövőt illetően is, és a gyűrű az lehet egy eljegyzés, házasság vagy a kapcsolat. A gyűrű azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. A múltban voltak még nézeteltérések, de itt tisztázódni fog valami kettőtök között. És én most küldöm ezt a szerelmi energiát, csukd be a szemedet, képzeld el, hogy mennyire jóra fordulnak most a dolgok, hogy ő szerelemmel közeledik hozzád. Lesz ez a szív nyitás, és beszélni fog érzelmekről. Maradhatsz még néhány percig ebben a helyzetben. Vedd át ezt a szerelmi energiát, a gyertyának, ennek a mágikus gyertyának az energiáját. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.